Tojás. A tojás az egyetlen megnagyobbodott adott petesejt jelentős biológiai értékű élelmiszer. Az anyatej után a legjelentősebb élelmiszer a táplálkozásban, mert megtalálható benne valamennyi eszenciális aminősav, legkönnyebben hozzáférhető fehérre forrásunk. Táplálkozási tanácsadók napi egy tojás elfogyasztását javasolják is. A tojás bertartalma 97 és 98 százalékban emészhető. Kereskedelmi forgalomban csak a tyúk és a fűr tojás kerülhet. Egyéb madarak, tojá, Egyéb madarak tojásait a szalmonella veszély miatt tilos forgalmazni. Magyarországon kötelező a tojótyókuk szalmonella elleni oltása. A szalmonella veszély kizárására a kereskedelemben két módszer közül lehet választani. Első. A tojást igazoltan mentes tenyészetből szerzik be. Második oxigénózon tartalmi légtérben fertőtlenített úgynevezett tett tojást árosítanak az üzletekben. A kutikula vékony, bőrszerű, vízben oldódó fehérje réteg a héjan. Az első és legfontosabb veszedelmi vonal a fertőzést okozó mikroorganizmusok ellen. Igen sérülékeny. Legvékonyabb és legsérülékenyebb a kacsatojás, kultikula rétege. Ez az egyik oka a szalmonella fertőzés lehetőségének. Ezért a kacsotolyást étkezési célra forgalomba hozni tilos. A gyakorlatban a tojásokat a héjjal együtt mért tömegük szerint sorolják be. A tyúk tojás átlagos tömege a tojó fajtától függően 57-63 g között van. A héj nélküli tojás 40 g, a fűrt 10 g. Az első éves tyúk tojását a tojásnak nevezik. A kereskedelmi forgalomban kerülő tojásokat fajta azonosnak kell lennie. Különböző tojásokat nem szabad összekeverni. Tehát egy dobozba egy fajta tojás. A tyúkok tartásának módja befolyásolja a tojások beltartalmi értékét, azaz a minőségét. Ezért a vevők tájékoztatására a tojáson, a csomagolásán, eredet közlési címkén feltüntetendő a tartási körülmény. Például szabadtartással, félintenzív tartással, mélyalmos tartással, vagy ülőrudas tartással. Szabadtartással az állatok egész nappal növényzettel borított nagy területen korlátozás nélkül mozoghatnak. Félintenzív tartással. Az állatok ebben az esetben is az egész nap folyamán szabadon mozoghatnak, de nagyobb sűrűségben. Mély almas tartással. Az állatok alommal, szalmával, fűrészporral borított kis terű, etem mozognak, amely bélsárral borított. Ülőrudas tartással. Az állatok igen kis területen a tartásukra szolgáló épületben mozoghatnak, amelyben ülőrudakat helyeztek el. A tojás minősítését állapota és tömeg alapján végzik. A kereskedelmi forgalomba kizárólag a állapotú tojások kerülhetnek. Jellemzőik a következők: hely, vagy az úgynevezett hely szabályos, sértetlen és tiszta, tyúk 0,4 mm, struc tojásé 2 mm. Áttetsző, ez teszi lehetővé a tojás átvilágítását, amivel a frissesség megállapítható. Van egy úgynevezett légkamra, magassága legfeljebb 6 mm, friss tojás jelölés esetén legfeljebb 4 mm. A tojás tompább végén alakul ki, mert itt jóval több porusok, mert, itt jóval több ugye a pórusok száma. A tojás tartalom párolgása miatt a tárolási idő során egyre növekszik. Ugye ez a légkamra. Az 1-2 hetes tojás a vízzel telt edény aljára merül. A két-három hetes lebeg, míg az ennél régebbi úszik a felszínen. Tehát ismételjük át még egyszer. Tehát az egy-két hetes tojás a vízzel telt, vízzel telt edény aljára merül, mivel ez a légkamra még kicsi. Két-három hetesen meg már lebeg, mivel a légkamra növekszik benne. Fehérje. tiszta, áttetsző kocsonyás, állományú, mentes minden idegen anyagtól. Sárgája. Vékony rugalmas szik hártya tartja egyben. A régebbi tojásoknál a hártya rugalmatlansága miatt a sárgája szétfolyik. A tojás felütésekor. A tojás sárgája színe függ az állat takarmányozásától. Minél több karotint tartal található a sárgájában, annál sötétebb sárga színű. Van még úgynevezett csírakorong, ugye megtermék, ugye megnagyobbodik ez a tojás szeme, úgynevezett, ez a csírakorong. Sajnos itt ugye nem tudom megmutatni, mert ezen a ábrán pont nem látszik, ugye ez a csírakorong. És ugye van még a szag, ugye mentes legyen minden idegen szangtól. Étkezési tojás értékesítési előírásai. Ugye van a A osztály, ez a friss tojás. A B másodosztályú tartósított tojás. C a gyenge minőségű élelmiszeripari hasznosításra szánt tojás. De egyébként az előbb olvashattuk, hogy az A, tehát a friss tojás kerülhet csak forgalomba. Tehát A minősítés. Az A tojásokat tömeg szerint tovább csoportosítják. Ugye az S 53 g, M 63 g, L 73 g, XL 73 g felett. Illetve felett, bocsánat. Ismételjük át még egyszer. Tehát az S 53 g, az M 63, az L 73, az XL meg pedig 73 felett van. Tojás jelölése A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy honnét melyik országból, milyen tartási módban és takarmányozásban tartott állattól, melyik állattartótól, telepről és tálából származik a tojás. Itt láthatjátok ábrán is, amit a nébi Adott ki. Ugye itt láthat, Pont nem láthatjuk meg kit akar, de a Nébi, bad, Nébi adta ki ezt a tojásjelölésének a magyarázatát. Tehát első rész, ugye az állattartási technológia kódja. Amit itt láthatunk. Így. Tehát a nulla az azt jelenti, hogy bio, organikus, Ökológiai tojásról beszélünk, hogyha egyes es van ott, akkor szabadtartású tojás, ha 2-es mélyalmos istálós, alternatív tartású tojás, a 3-as pedig ketreces tojás. Itt az ábrán pont egy ketreces tojást láthatunk, hiszen 3 van. Tehát a nulla a biológiai és az ökológia tojás, az egyes a szabadtartású, a 2 a mélyalmú, a 3-as a ketreces. A tyúk tartásának módja befolyásolja a tojások betartalmi értékét, azaz a minőségét. Második rész. Az ország izokódja, amelyből a vásárló megtudja, hogy a tojás honnan származik. A hú jelenti a hazai termelésből származó tojást. Itt láthatjuk ezt a hút, tehát ez egy hazai termelésből származó tojás. Harmadik rész ugye a kódon a megye vagy főváros kódja. Tehát ezt látjuk. Megye és főváros kódja. Ha például 20-as van, akkor az Budapest. Itt meg ugye 0-6-os szerepel negyedik rész, ugye az állat egészségügyi kerület sorszáma, az ugye csupán egy karakter. Amit itt láthatunk. 07. Ötödik rész, ugye a tojótyúk jelölés. Ugye itt van a tyúk jelölése, és akkor ott van a T betű. Az azt jelenti, hogy tojótyúk tojta. Hatodik rész. Ugye az állattartó telep két jegyűs sorszáma a kerületben. Ezt itt láthatjuk. Ez az állattartó telep két jegyű sorszáma a kerületben. A hetedik rész a perjel után. Ugye itt láthatjuk a perjelet. És ezután ugye az istálok számát írják le nekünk. Tehát hetes, az azt jelenti, hogy hét istáló volt ezen a tojáson, és hét istáló volt ezen a területen, ahol ez, ahonnét ez a tojás származik. Tehát először az első betű, vagyis első száma állattartási technológia, utána az a két karakter ugye az országkód, a következő két karakter ugye a megyekód, ez a 06. A következő karakter ugye a állati egészségügyi kerülés sorszáma, ez a 07-es. A következő ugye a tyúktojás, jele vagy a tojótyúk jelölés, ott van a T betű. A következő, az, állattart, az állattartó telep, ugye sorszáma ebben a kerületben, az azt jelenti, hogy első állattartó telep. A perjel után meg mindig az istálok számát mondják meg. Röviden így ennyi a tojásról, és beszéljük át a tojásbolti kezelését. Raktározás ugye tiszta, jó szellőző helyiségben elkülönítve, mindig a csúcsosabb részüket felfelé állítva kell tárolni a tojásokat, mert így a tömeg nem a légkamrákat nyomja. Az egység csomagoláson mindig fel kell tüntetni a tömeg szerinti osztályok betűjelét. S, M, L és XL. Ez pont egy LS és XL-es tojás, amit láthatunk itt a képen. Vagy esetleg ugye kettő kombinációja, tehát vagy el van rajta, vagy XL, vagy mind a kettő. Az azt jelenti, van LS-tojás is benne, és van XL-es tojás is benne. Tehát mindegyik. De van simán mondjuk, mint SS, vagy amin M van, csak, vagy el van, csak. Tehát van, amiben csak egyfajta méretűek vannak, meg vannak kombináltak. Ugye a csomagoláson ugye a dátumot is fel kell tüntetni, amit itt az ábrán ott láthatunk. A tojás csomagoló nevét, vagy az üzlet nevét piacon, vagy háznál történő értések, értek, értékesítéskor nem kell alkalmazni ezeket az előírásokat. De viszont a bolti értékesítésnél kötelező alkalmazni. Az A osztályú tojásokat tilos lemosni. Más módon tisztítani, tartósítani, illetve hűteni plusz 1 és plusz fok alatt kell tartani. Tehát mindenképp plusz 5 fok alatt kell tartani. És plusz 5 fok alatt. Így. Tehát plusz 5 fok alatt kell tartani a tojást. Csomagolás ugye az extra vagy extra friss feliratú. A osztályi tartalmazó fogyasztói csomagoláson csak akkor használhatók, ha zárszallaggal vagy pótcímkével ellátottak. És ezek az információk jól láthatók. Az ilyen csomagolásra külön figyelni kell, mert a csomagolástól számított hét, a megtojástól számított 9 napon belül érvényét veszíti az elnevezés. Újra csomagolva felirattal kerülhetnek forgalomba az újraosztályozott importból származó tojások. Általában 6, 10, 15, illetve maximum 30 darabos papírpép dobozba, tárcák vorogva kerül forgalomba. Tehát forgalomba hozzák a tojásokat 6 darabos kiszerelésben, 10 darabos kiszerelésben, 15 darabos kiszerelésben és 30 darab nagy papírtálcán. Úgy ideális a dobozó tojásokat ugye 8 és 12 Celsius fokos környezetbe tartani. Ez a dobozos tojásokra vonatkozik. Tehát 8 és 12 Celsius fokon kell tartani ezeket a tojásokat. A tojás üzletbe való kihelyezése. És akkor ügyelni kell itt a következőkre. A tojást az árusítótérben térben elkülönítve, vagy a zöldséggyümölcs részleg, részlegnél ajánlott elhelyezni. Ezért van az, amikor bemegyünk a boltba, hogy a zöldséggyümölcs részleg közelébe ott van már a tojás. Tehát egy csomó nagy áruházban is láthatjuk, és kis áruházakra is ugyanúgy érvényes. Figyeljük csak meg. Ön kiszolgáló jelleggel csak előre csomagolt tojást árusítanak. A fogyasztói csomagolású árukat nem bonthatják meg. Törött, szennyezett tojás átvételre nem kerülhet. Törött, szennyezett tojást árusítani tilos. Tehát, hogyha itt a dobozba eltörne egy tojás, akkor ez nem értékesíthető tovább. Tehát ez a szabály. Ha megszennyezett, akkor szintén nem értékesíthető tovább ez a doboz esetleg. Tehát mint a dobozba pakoljuk ki épp az árut, és akkor észrevesszük, hogy hoppá, el van színeződve a doboz, akkor érdemes kinyitni és ránézni, már általában olyankor törött szokott lenni, hogy el van színeződve valahol nagyon a doboz. De úgy már ugye nem pakolhatjuk ki, mert ugye törött. És szerintem ez a tojást téma ennyi is lett volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!